Az operaház adott otthont a 40. kékszalag nagyhajós vitorlás verseny sajtótájékoztatójának. Sokan úgy fogalmaztak a megjelentek közül, méltó helyen egy méltó rendezvény. A tájékoztatón elmondták, ami a vitorlázók körében régóta ismert, hogy az idei kékszalag nyílt verseny lesz, vagyis minden típusú hajóval indulni lehet. Idén először az interneten élő képeken lehet követni a versenyt, és műholdas kapcsolat segítségével pontosan lehet a hajók mozgását követni. Már csak ebből kitűnik, hogy az idei kékszalag némileg más lesz, mint az eddigiek. Én azt gondolom, hogy mindenképpen más lesz, mint a hagyományos kékszalagok. Egyrészt ez egy nyílt kékszalag, tehát minden el lehet indulni, ami él és mozog. Másrészt tartozik hozzá egy kék pántlik a csütörtökön, ami régi szívem csücske, hogy a gyerekeknek is legyen ilyen. Harmadrészt talán most érik be a fesztivál hangulat. Tehát az elkövetkező időszakban azt gondolom, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap is koncertek, kirakodó vásár, hajó bemutató, igazán a sportág népszerűsítését is célzó rendezvény lesz ez. Mindenképpen most kerül méltó helyére a verseny, hiszen azzal, hogy vízi teljesítmény, addig ezzel sem volt probléma, de azt, hogy elismeri a társadalom, a politikai, gazdasági, közéleti szerepét betöltse, ahhoz mindenképpen egy fesztivált kellett szervezni belőle. Én azt hiszem, hogy ez most elkezdődik, és remélem, hogy a 40. kék pántlikán majd vissza tudunk csatolni erre. A tavalyi évben volt először, hogy az esélyes hajókra sztárokat hívtak meg. A Magyar Vitorlás Szövetség ezt idén is megtette, és az első konklúziót le is lehetett vonni. A sajtót ma még jobban érdekelte a női szépség, mint a versenysport értéke. Fábri Sándor is a meghívottak között van, ő tavaly már megtette egyszer a távot, így tudta, mit beszél. Nem szórakozni megyünk oda. Tehát ez a hajó, ez 45 fokba dől, délutánra... Persze, mindenki habitusának megfelelően fogalmazott, az amatőrök kicsit félve, a profik viszont próbáltak minél kevesebbet elárulni abból, hogyan és miként készültek. Mi három csapattal fogunk innen indulni, indítjuk a szponzorhantedet is, meg még egy lánycsapat fog indulni egy E24-essel, nem E24-es, hanem egy Majors 24-essel. Igazán, ami nagyon nagy extrákat nem csináltunk a hajón, ugyanúgy jön velünk a Szilvási Attila, a Csuri Zoli. Szerintem hosszú nap lesz, nagyon kemény verseny lesz, aztán meglátjuk a végén dől el. Európa leghosszabb tókerülő versenye mögé kellően komoly cégek sorakoztak fel. Volt köztük, aki már régóta a vitorlásport támogatója, és volt olyan, aki idén látott benne először fantáziát. Magyarországi vitorlásport életnek nyilván egy kiemelkedő csúcsrendezvénye ez a kékszalag, és adódott, mondhatnám azt, hogy természetes módon, hogy egy ilyen komoly rendezvényt szeretnénk a mi segítségünkkel még színvonalasabbá, nívósabbá tenni. A Nokia először támogatja a kék szalagot, de nagyon fontos nekünk a sport támogatása általában is, tehát ez nem az első történet a sportban. És ezen kívül pedig olyan készülékeink vannak, amiben a navigáció fontos helyet foglal el. Úgyhogy ezekkel a prémium készülékekkel, a GPS navigációval tudjuk támogatni ezt a versenyt. Állófogadás, hivatalos nyilatkozatok és esélylatolgatás. Ezzel zárul tehát a 40. T-Mobile nagydíj kékszalag sajtótájékoztatója.